A sereghajtót fogadta Zsinórban 6 győztes meccset maga mögött tudó Kisvárda, így a szurkolók már előre beírták a sikerét járó 2 pontot. Ehhez képest negyed óra elteltével 5-2-re a vendégek vezettek, úgy, hogy a hazaiak több lövés és a kapufán csattant. A szünetre viszont már 1 gólos várdai előnnyel vonulhattak le a csapatok. A fordulás után aztán sebességet váltott a Kisvárda, egy 8-1-es szakasz repesztettek Triscsukék, amivel el is dőlt a mérkőzés. Végül 6 gólos hazai siker született, így már 7-es nyerőszériánál tart Latko Gyonovics együttese. A mérkőzés előtti utolsó edzésen megsérült Tamara Radojevic, talán ez is közel játszott abban, hogy nehezen vettük fel a találkozó ritmusát. Az első félidőben kevés gólt lőttünk, igaz keveset is kaptunk. A második játékrészben aztán már azt az arcát mutatta a csapat, amelyet látni szerettünk volna a kispadon. A második 30 percben felnőttünk a feladathoz és érvényesítettük a papírformát. A vendégek edzője szerint az első félidő alapján akár győzelmi esélye is lehettek volna a csapatának. Ígyszereket be kell lőni, 8-9 ígyszert hadsz ki egy ilyen mérkőzésre, akkor kikapsz 6 góllal. Ennyire egyszerű. Nem kell így tovább menni ebbe. A játékosaimnak a feje az nem tudom, hogy merre volt, vagy hogyan volt. Nem tudom még egyelőre eldönteni, hogy egy-két játékosom hol érzi magát, vagy mit gondol mégis, hogy egy ilyen mérkőzést, amit úgy gondolom, hogy ha azon koncentrálunk, amit megbeszélünk és csinálunk, hogy az ígyszerig eljutni nehéz, azt mondja egy edző, utána már azt csak be kell lőni, de hát ha valakinek ennyi esze van, akkor ki fog kapni idegenben 6 góllal egy olyan meccsen, amit meg lehetne nyerni az első 4:20, vagy mondjuk úgy, hogy fél időn keresztül ugye egy góllal vezet egy Kisvárda. De gratulálni kell a Kisvárdának, győzött. Ez a lényeg, úgyhogy... Mi meg menetelünk tovább valahogy, aztán más nem fogunk gyakorolni, csak zicsereket lőni egész edzésen, vagy ami még hátra van az a 3 hónap, mert egyszerűen már unom, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy ha felhúzzák ezt a villásmezt, akkor itt minden rendben van, hát ez nem így működik. Legalábbis én nálam nem így működik, lehet, hogy mástól így működött, lehet, hogy vannak való királylányok, meg olyan játékosok, akik ezt megengedhetik, hát én nálam nem fogja megengedni, az biztos, hogy ez volt az utolsó ilyen. Jó, de gratulálok a Kisvárdának, és tovább sok sikert kívánok. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 32 ponttal, megelőzve a 30 pontos, de 2 meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 21 pontos Kisvárda a 6. helyen várja a március 28-ai Vasas elleni vendégjátékát.